Sziasztok, üdv ismét a csatornán. Jó reggelt. Ma megint egy hosszú trélerezés nap lesz. Az RBT srácok vásároltak Debrecenben egy elvileg 335-i E90-et. Úgyhogy ezt fogjuk most elhozni. Hát, Zalaegerszeg, Győr, Debrecen, Győr, Zalaegerszeg. Bő 1000 kilométer lesz. Majd este hazaérünk. Szépen megérkeztünk Győrbe. Mindjárt fölcsatoljuk a trélert. Hajtson ki a körforgalomból a második kiáratnál. Magunkhoz veszünk pár üccsit, aztán megyünk is tovább Debrecenbe. Most forduljon balra. Elérte a célt. A cél balra található. Na kérem szépen, trailer felakasztva. Itt volt Bencénél, mert ugye ezzel volt Racehorse-on. Most vadásztuk össze ezt a pár szerszámot, ami kell, meg beugrunk üccsér a szomszédba, aztán indulunk. No, akkor mi így hárman megindulunk Debrecenbe 35-it venni. Sziasztok! Ez itt Sziasztok. A Bimmer Expert, és pont egy 35-iért megyünk, amiből már 6 áll jelenleg az udvarunkon. Nem mondj ilyet, mert azt hiszik, hogy rosszak azok az autók, pedig amúgy kurva jó. Most azt hiszik, ez a ti csatornátok, bazdmeg. Hát a Bimmer Expert szöbbségben van. Ja. Nem, már te is családtag vagy többé-kevésbé. És már Bimmer szakértő is lettem. És amúgy ez is egy 35-i, ami 40-i, de N55. Ja, majdnem igaz. És nézzétek csak a fogyasztást. Hát nem pedig nem dízel. Megmutatod a kamerába, öreg? Mindenet azt mondjuk, hogy csak bemondjuk. Úgyhogy rajta futó. Ja, tényleg. 740-i húzza az autó mentőt, vagy mi ez? Utánfutó. Egy. Megyünk Debrecenbe. Mennyi van még hátra? 290. Mondjuk az, szerintem az M0-ás lesz. Én nem megyek M0-áson, majd átmegyünk a városon. Hát valamikor délután 2 körül odaérünk. Négykor elindulunk haza esetleg, legkésőbb akkor ilyen 7-8 körül ott van vagyunk. Stáv van. Megállom, engem nem érdekel. Ja, igazi elnöki hely. Úgy is megáll. Jó kis palacsinta, kis kajaszünet itt Budapesten, Budaörsön. Aztán mindjárt megyünk tovább. Lassan sikerült átérnünk Budapesten a trailerrel, de végre itt vagyunk már az M3-ason, aztán most egy újabb gyors kávé, kisi szünet, stb. És megyünk tovább Debrecenbe. Milyen szomorú pillanat volt? Hát, hogy több mint egy órát arra szóltunk Budapesten. Egy komolyabbat rajtoltunk is, hogy beférjünk egy helyre. És sajnálatos módon 8,7-re felment a 740-ének a fogyasztása. Szörnyű. Úgyhogy még a futót is húzzuk. Kéne venni egy dízelt, nem? Szerintem is. Na, 64 kilométerre vagyunk az úti célunktól. Most már sokat nem kell várni, hogy láthassuk a gépet. Srácok, kényelmesen utaztok? Én
Elmegy. Mennyi az átlagfogyasztásunk? 8-4. Nem 30D véletlenül? Nem. Nem is 20D. Na kérem szépen. 400 méterre vagyunk a céltól. Mindenki megszeppenve. Ja. Én izgulok. Hát mi is izgulunk, hanem az autónézés az mindig ilyen. Nem bízunk benne, hogy jó lesz. Másnap bontott 35 alkatrészek eladó. Ja. Mit mond, mi, hova megyünk? Ez kereskedés, vagy magán? Vagy ez valami, ez egy telep. 100 méter után eléri a cél. A cél balra található. Van is egy BLP trailer. Az egy 1-es. Olyan locsán ezt. Elérte a célt. Valami autók még vannak. Mit keresünk el? 95. Autó, kozmetika, személygép, jármű. Logisztikai központ. Szia, Tomi vagyok, csak valamiért szar a telefonom. Szia. Elvileg itt vagyunk, egy valami benzinkútnál, ilyen sok, sárga. Várjál, kint cigizek, de nem látok. Egy F01-jel vagyunk, egy hetessel. Jó. Megyek oda, egy 2-3. Jó, oké, rendben. Szia. Hát akkor mégse így cigizett. Mindegy. Jó, mi ide értünk. Az autó is ide ér hozzánk ezek szerint. Trailer eljön. Ja. Megérkeztünk Debrecenbe. Srác elvileg egy percen belül itt van. Nem tudjuk, hogy most GPS mondta máshova a házszámot, vagy nem. De itt kell legyünk egymástól pár méterre most már. No. Most érkeztünk meg a 335-ihez. Éppen araszolunk be a kapun. Hát ez úgy néz ki, hogy ez az, ugye? Ez lesz az. Megérkeztünk, megtaláltuk az autót. A tulaj nincs itt, de azt mondta, hogy nézzük nyugodtan körbe, adott kulcsot, mindent. Ti srácok már neki is láttak. Gyönyörű S3-mal jött, azért ez sem maradhat ki a videóból, nekem ez is eléggé gyengém. Ilyen az, amikor a BMW szerelők jönnek maguknak autót vásárolni. Szétszednek itt minden. Srácok, azt mondták, egy kis vészgét csörgése van. Egyébként azért ilyen hangos, mert nincs is alatta a kipuffogó hátsó része. Ez a vezérlő főrelé.
volt javítva a lemez. Hát ez kapott pofont. És tiszta gírbe-gúrba itt is, látod? Hát én ezt itt hagyom. Inkább bebukom az üzemanyagárat, meg a mérre. Ezt felhúznád egy picit azt az alsót, ott is látszott. Na hát sajnos arra jutottunk, hogy jobb hátul kapott egy nagy pofont az autó. Hát sajnos ilyen is van. Úgy néz ki, most potyára jöttünk. Az autónak a jobb hátulja törve volt, a futómű alatta nem is 35-in. Összességében az a helyzet, hogy túl sok munka lenne vele, és Tamás meg nem szeretne ismét egy projektet a nyakába. Neki működő autó kellene. Úgyhogy ez most egy ilyen kárba veszett nap volt. Ez van. Hát sajnos már hazafele jövünk, autó nélkül. Hazaérkezni Győrbe körülbelül 10 óra körül fogunk, én Zalaegerszegre úgy éjfél körül. Ebben a videóban szerintem sok minden más már nem lesz, úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Na, hazaértünk Győrbe, én gyorsan beköszönök ide a műhelybe megnézni, hogy mit alkotott Bence az M3-mal. Elég dög lett. Sokat nem tudok videózni, mert szól mögöttem a zene. Aztán megint izé lesz. Copyright probléma. De azért egy kicsit látható, hogy már fölkerültek az ajtók, bele lett falagva a kilincs, a zárszerkezet. Nyílik, csukódik. Milyen jó könnyen, basszus. Na, ez így disznó lett. Van még mit alakítani, de már látjuk, amit látni kell. Én indulok is haza, mert 11 van, és szerintem 12:30 nem fogok hazaérni, úgyhogy köszi, hogy velünk tartottatok ma is. Otthonról nem jelentkezek be, mert hulla leszek. Úgyhogy majd legközelebb, jövő héten. Sziasztok, addig is!